Kátyútól Kátyúig közlekednek az autók Sóstógyógyfürdő legforgalmasabb utcáin. Az itt élők évek óta panaszkodnak a leromlott állapotú burkolat miatt. Az önkormányzat hamarosan több szakaszon kezd útfelújításba a városrészben. Évek óta keresnek azzal a problémával, hogy Sóstógyógyfürdő két legfontosabb, leghosszabb, legfrekventáltabb utcája, a Fürdő és a Berenát utca aszfaltfelülete megújuljon, ezzel együtt a járda és a kerékpárút is. Meghallgatásra talált polgármester úrnál ez a kérés, régóta várunk rá, és az az átmenő forgalom, ami ezen a főúton zajlik, a Kemecsei út felől a Sóstói út fele, vagy oda-vissza, azért az is azt bizonyítja, hogy megérett ez a két utca egy megújulásra. A fejlesztés előkészítése tavaly fejeződött be. A közel 400 millió forintos beruházás a napokban kezdődhet, és a tervek szerint a turista szezon előtt adják át a felújított szakaszokat. A Berenát utcán a Fürdő parkolójától a Kemecsei útig végig fel tudjuk újítani az utat. Szükséges és mindig vele járó csapadékvíz elvezetés felülvizsgálatával, átépítésével, sőt a járdát, kerékpárutat is fel fogjuk újítani. Ugye ez egy nagy forgalmú utca, de hát mondhatom a Fürdő utcára is, mert itt pedig a Kemecsei úttól a Venyige utcáig, ez egy több mint másfél kilométeres szakasz, ez a Berenát 590 méter, itt is teljesen felújítjuk. Aki erre jár, láthatja, hogy erre már nagyon nagy szükség van. Közlekedés biztonság megteremtése, illetve erősítése a célunk. És hát itt vagyunk Sóstógyógyfürdőn, ahol a turisztikai szezonban aztán nem csak a nyíregyháziak járnak, és reméljük, nagy számban jönnek a turisták is majd, belföldről és külföldről. Ezért azt szeretnénk, hogy az első fél év végéig, legkésőbb, ezek a beruházások megvalósuljanak. Ezen a kiemelten forgalmas szakaszon is hamarosan eltűnhetnek a kikerülhetetlen akadályok. Az Ószőlő utcán a rossz minőségű utakon rengetegen közlekednek. A környéken a kertes házak mellett több 4 és 10 emeletes sorakozik, de óvodák, iskolák is vannak a közelben. A Józsavárosban már számos útfejlesztés és járdafejlesztés történt az elmúlt időszakban, de azt gondolom, hogy ez a mostani bejelentés, az Ószőlő utcának a felújítása az egyik fő prioritást élvező fejlesztés. Nagyon-nagyon fontos lesz ez az itt élőknek, és azt gondolom, hogy ha meghallják, akkor nagyon fognak neki örülni. Évek óta elhúzódó probléma már az Ószőlő utcának a felújítása. Folyamatosan vártuk a forrásokat és a lehetőségeket rá, hogy ez megtörténjen, és most büszkén jelenthetjük be, hogy ezzel sikerül elkezdeni az Ószőlő utca felújítását. A munkálatok itt is hamarosan elkezdődhetnek. Aki erre jár, itt lakik, az már tudja, hogy igazából már sok-sok évvel ezelőtt is indokoltá vállalatot adtam, most viszont már elkerülhetetlen. 880 méter hosszan megtörténik a teljes útfelújítás, és ami mindig ezzel együtt el, a csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálat és felújítása is a beruházás része. Ez egy közel 180 millió forintba kerül. Amit az időjárás engedi, a kivitelező megkezdő a munkát, már aláírtuk a szerződést, és az a cél, hogy az első fél évben, május végén vagy június elején, de mindenképp a tanév zárásig meg is történjen. A három szakasz felújítása összesen közel 530 millió forintba kerül. A munkálatok ideje alatt az önkormányzat a lakosság türelmét kéri.